Lenélítottam az előtt. Igen, tényleg mindenki a telefonját kapcsolja, ki legyen. Vissza olyannyira, hogy áramtalanítom is, és kidobom az ablakon. Vagy itt rálépünk mindjárt. A feleséggel fogja valahogy valami trükkös volt. Igen, de hogy mivel pontosan, az el tudjátok. Jó. Hogy mit mond neki? Most tudom, hogy a felesége ide bejön, aki hát ugye nem így dolgozik, és úgy van megbeszélve, hogy együtt mennek haza, de előtte majd valamilyen trükkel. Elmenekül véletlen. Nem akar bejönni. Ne, igen, már megsejtett valamit is nem jött. Gyanakszik. Ismerem az a másik. Előbb fordulok.
Egy közérdekű közleménnyel kezdeném, aki kihagyta a cuccát, azt el fogják lopni. Meghet előtt a sírt. Most szóval tudom ütönni, úgyhogy aki az menjen is. Hozzá, igen. Felvét már előtt. Még fogott írni, hogy fogácsra meg. Tehát a tanár őszületés napján rájtottuk össze kis, hát nem olyan kis, mert egy hosszú egy műsorunkat, aminek keretében most Ormos tanárat meg is kérném, hogy mondja el a kis köszöntőjét. Úgyhogy át is adom a terepet. Milyen meg vagyok hatva, hogy ez a megtiszteltetés ért, amire talán korábban sohasem gondoltam, és amikor hát elkezdtük szervezni ezt a ünnepi műsort, akkor ugye már az nyilvánvaló volt, hogy én fogom tartani hát az ünnepi köszöntőt, mégpedig azért, mert jelen pillanatban én vagyok a tanszékvezető. Azonban, amikor egy kicsit elgondolkoztam, hogy mégis miről szólhatok, akkor rögtön eszembe jutott, és rájöttem, hogy nekem van még egy, hogy úgy mondjam, jogom, hogy Iványi Tamárnak köszöntsem, ugyanis rájöttem, hogy én vagyok neki azt hiszem a legelső arab szakos tanítványa, akit a kezdetektől végig tanított az egyetemen. Ugyanis hát talán Iványi Tamárról már nem emlékszik rá, de ugye annak idején én azért erre gondoltam, hogy ennyi minden történik, és a lényegtelen dolgok ilyesnek az emberek. Annak idején, ha jól emlékszem, ez 1974-ben volt, amikor én elkezdtem arab órákra járni. 73. szeptemberben kezdtem el arab órákra járni Szegeden, amit a Szegeden Egyetemen, amiket akkor éppen Iványi tanár úr tartott, illetve hát Szegeden sem előtte, sem utána sokáig nem tanítottak arabot. Aztán időnként tanítanak. Nos, akkor ő ott tanított arabot, ugyanis ő abban az időben még nem az egyetemen volt mestem, hanem az akadémiai könyvtár keleti gyűjteményében, és onnan járt le arabot tanítani. Egyébként, hát ha jól emlékszem, hárman voltunk, a három tanulóból egyel én ma is jóba vagyok, és beszéltem is vele, és lehet, hogy még ma el is jön, előbb Lénát Eszter. A harmadik, hát Hölgyben már nem emlékszem, illetve nem tudom aztán vele lehet. Nos, hát utána aztán én felkerültem Pestre, Iványi tanár úr lekerült a tanszéken, úgyhogy következő évben akkor itt folytatódott Bruno Fischerrel, ami meg kell mondanom, én egyszerűen élveztem, és hát nagyon sokat tanultam is belőle, és aztán még különböző órákat hallgattam Iványi tanár úrnál. Arra emlékszem például, hogy a szír az annyira tetszett, hogy azt kétszer is végig hallgattam egymás után. Egymás után következő évben. Később aztán ugye én a szakdolgozatomat is hozzáírtam, és tulajdonképpen utána életemnek különböző pontjain neki döntő befolyása volt arra, hogy mit csinálok. Egyébként azt megfigyeltem, illetve akkor ez nem tűnt föl, az csak később tűnt föl, később került ki, hogy velem is, de ezt láttam, hogy másokkal is megteszi, hogy figyelje az embereket, hogy mit csinálnak, és időnként, amikor az ember elbizonytalanodik, akkor ő nagyon jól és határozottan, hogy mondjam, valamilyen irányba meglöki az embert, ami mindig nagyon sikerrel hát zárul. Velem is ez történt több alkalommal, de láttam, hogy mással is ugyanezt csinálja. Ő azon kevés emberek közé tartozik, akiket igazán érdekelnek a diákok. Tehát nem, hogy is mondjam, tehát nem az a nagy tudós, aki az elefántcsontornyában és a diákokkal nem törődik,
és legfeljebb megtartja a kötelező óráit, vagy nehezen, hanem őt igazán érdeklik a diákok, és az érdeklődésük körük, és az előrehaladásuk, stb. És hát később aztán én is bekerültem a tanszékre, amiben neki szintén szerepe volt, és hát azóta is tulajdonképpen egy szobában vagyunk, ami egy elég hosszú, hogy is mondjam, társkérlet, és azt hiszem ez eddig jól sikerült. Meg kell mondanom, hogy nem mindig értünk mindenben egyet, de ez ilyen, hogy mondjam, inkább ilyen testvéri hát ellenkezés időnként, hogy ez nem játszik azután semmiféle szerepet. Nekem két testvérem van, és tulajdonképpen van egy öcsém és egy, hát egy nem is tudom, egy húgom vagy nővérem, ez olyan nem egészen világos. Nem akarok elvigyelni, és kiváló a kapcsolatunk, de én úgy érzem, hogy tulajdonképpen van nekem még egy bátyám is, akivel tulajdonképpen sokkal többet találkozom, és sokkal intenzívebb kapcsolatban vagyok vele, mint a saját testvéreimmel. Nos, azt szeretném még elmondani, hogy én olyan ember vagyok, aki általában egyedül tud dolgozni, és nem tudok együttműködni senkivel, vagy is mondjam, ilyen tudományos télen. Ez emberek válogatja, az egyik ember ilyen, az ember, a másik ember olyan. Egy kivétel volt életemben, amikor Iványi tanár úr bevont egy munkámat, Avicenna előadás előkészítésével, amikor napokon keresztül, én már nem is tudom, de a nap nagy részét együtt töltöttük és együtt tárgyaltunk, és az is óriási élmény volt nekem, mert ilyen élményem azóta sem volt, hogy valakivel teljesen közösen gondolkodni, és előre haladni, és a gondolatait osztani, módosítani, és ez tökéletes harmóniában. Úgyhogy én nagyon kivételesen szerencsés embernek tartom magam, hogy egy ilyen ember mellett dolgozhattam. Hát előbb-utóbb az én aktív pályám is véget ért, de aktív életemet gyakorlatilag az közvetlen környezetében töltöttem, és ezért óriási hálával tartozom neki is, illetve a sorsnak is, hogy ez lehető, hogy ez így alakult. Általában az emberek nélkülözhetetlennek tartják magukat, és úgy gondolják, hogy utánuk a vízözön következik, ha ők már nem lesznek, holott az emberek általában nélkülözhetőek, és amikor valaki, hogy úgy mondjam, leteszi a landot, akkor jön valaki más, és az folytatja, és az élet megy tovább, és a dolgok alakulnak. Azonban van egy kivétel, ilyen Iványi tanár, hogy ő tényleg nélkülözhetetlen, ami az arab tanszéket illeti, ugyanis hát az nyílt titok, hogy hosszú idő óta ugyan időnként más a tanszékvezető, egy időben ő is volt az, de tulajdonképpen a tanszék effektív vezetését azt ő végzi, amiért mindnyájan nagyon nagy hálával tartozom neki. Úgyhogy sok szeretettel köszöntöm 70. születésnapja alkalmát. Csak egy dolgot akarok mondani, meglepetésként én nem értettem, hogy milyen neveg azt, hogy nem értem az akut. Azért rendezvényben beszéljük. Viszont azért is meglepetés számomra, mert jövő pénteken lesz a születés, amit elhatároztam, hogy akkor biztos nem jövök bele. Így jártam. Köszönöm szépen a megjelenést is. Gyönyörű zenét, ezt én hagyd mondjam el, hogy 1968. november óta, amikor először ezt hallottam bagdadi tartózkodásunk idején, azóta a kedvenc arab számom, úgyhogy ezt nem tudom, hogy véletlenül, de nagyon... Kérdeztem a tanárunkat, hogy köszönöm szépen, és mindenki nagyon szüvegét viszont.
még egy nagy tapsiát orvos tanárnak, amiért ezt az egészet megszervezte, és nem csak Ivány tanárnak meglepetés, de az egymást is meglepetések vagyunk szerintem. Tehát, és hát azt, hogy mennyiféle csodagolat szül a tanszék, ezt valószínűleg már mindannyian sejtettük már, aki ismeri magát, azt tudja, hogy véletlenül nem kerülhet ide. És ugyanez történt Volnár Márta Sába esetében is, aki orientális táncával fog bennünket most gyönyörködtetni. 5 számon keresztül, meg különböző stílusokkal, különböző stílusokat fog képviseltetni, az andalúziaitól Raksalki, nagyon nagy szeretettel és üdalommal készültek a produkcióra, mindezt tanárunknak. Két társadalmat, egy fogadjások
Hogy a szöveg lehetőleg tartalmas legyen, és tisztelt terjedem. Elkezdtem izgulni egy kicsit, mert hiába végeztem én már 2 éve az egyetemet, a tanár úr tartalmas beszámolót kér, arra bizony készülünk el. Aztán rájöttem, hogy ha leülök és számba veszem azokat a dolgokat, amiket elmondhatna erről bármely diákja, nem lehet probléma sem a terjedelemmel, sem a tartalommal. Minden életszakaszunkban van egy olyan ember, tanár, aki amellett, hogy tudást ad nekünk, szeretetet és törődést is kapunk tőle. Ő minden diákjában meglátja mindig az útját kereső fiatalt is, és nem csak a vizsgákon való teljesítményünk, hanem a személyiségünk alapján is szeret minket. Nem volt el úgy óra, hogy nem esélt volna nekünk az egyik volt tanítványáról, a sikereiről, vagy éppen kudarcáról. Figyelemmel kísérte mindig nem csak a jelenlegi, de a volt tanítványainak életét, életútját is. Ezt manapság megkönnyíti a Facebook, aminek a tanárunk is aktív felhasználója, de persze nem helyettesítheti a személyes beszélgetéseket. Amikor bekopogtunk önhöz, mindig volt ránk ideje. Megértő és segítőkész volt, de úgy, hogy közben követett és arra ösztönzött minket, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki magukból a vizsgákon. Első évesként remekbe vártuk az arab grammatika vizsgát, látva a karácsony előtti vizsgára jelentkező diákok számának rohamos csökkenését az RTL-ben. A tanár úgy örvendett tekintélynek a körükben, hogy egy hangos vagy megrogó szót sem hallottunk tőle soha. Amikor valaki puskázáson kapott, elvéve tőle a hosszú kurigát, megdicsérte, hogy ezt úgy kézzel írta le, hiszen a mai diákok a technika fejlődésével már más számára kevésbé hasznos módszereket alkalmaznak. Minden ilyen ismerjük minden órájának elmulaszthatatlan kellékeit, a diavetítőt és a pálcát, a teásbögrét, és azt a bizonyos kulcscsomót, amelynek csörgése hallatán minden diák jó útra tér. A B-épület folyosója, ahol 3-5 egyesek több évig élik a mindennapjaikat, néha onkázunk hangjával telt meg, és tudtuk, hogy a tanár úr a szobájában van. Talán emlékszik, amikor másodévesként megkérdeztem öntől, hogy a tanár úr holnap is itthon lesz. Önkéntelenül csúszott ki a számom, és ő jót nevetett. A szufizmus és iszlámisztika órákon ezért nem hallottunk soha ugyanazt, mert a tanárunk mindig itthon van, és az óráira készül. Mi azt kívánjuk önnek, hogy még nagyon sokáig legyen itthon, velünk a diákokkal, erőben, egészségben. Végül hadd köszöntsem a tanárunkat Abdelhamid Nyugalom című versével. Egyszer egy csendes délután végkezett le egy könyvet. Mosolyog, és csak boldogság volt mulancs könnyen. Társad legyen egy csésze forró ital, belengessen, ha kint dúlak vagy. Tárd ki szíved a képzelet világának, engedj utat a szép szavak virágának. A szavakban lásd önmagad és barátait, hívd tiszta fiatalságot, kalandjai és boldogságai. Boldog születésnapot, tanár úr, Isten értesse sokáig! Köszönjük szépen! Ismét sába és táncsoportja következik egy újabb olyan I'm
hátra tekintés, ugyanis a Jana együttes, az, akik kicsit vannak, őket már nem először konferálom. És elég hosszú, ami közös történetünk. De most egy kis muzsikával szolgálunk számukra. Úgda, és nem tudok majd ezt ő. És akkor még nem volt kötelező tárgya misztika, és legalább 80 ember volt abban a 217-es szobában, hogy óriási élmény volt. Mindig is, hát akkor, most nem tudom, hogy a Krisztó, vagy a, már mindig összekel, a Máté ott volt, de a Gergő fia, aztán mind a két, a Máté is, és a Gergő is, aki oldalsok voltak, és ott voltak, és borzalmasan élvezték. Hát akkor most már én is elmondom, hogy Iván Nyitán Árulok megadta az együttesnek a klasszikus definícióját, azóta is, hogyha valaki nagyon röviden azt akarja, hogy elmondjam, hogy mit is csinálunk, akkor ezt szoktam mondani. Ott ő azt mondta, hogy van a dob, ami a föld, ami alattunk áll, a nagy dübörgésével tartja az egészet a hátán, van a pengetős hangszer, ami valahogy az ember, aki itt jár ezen a földön, és van a nej, a nádfog, valami a lélek, ami röpköd valahol az egész fölött. De ennél szemben szerintem nem lehet megcsinálni, hogy megfogalmazni ezt a dolgot, meg hát szerintem az egyik legnagyobb dicséretet, amit kaptam az előnyét, úgyhogy ennek jegyében természetesen misztikus dolog az énekel. Ugyan Judit az arabista, és ő ilyen módon is kapcsolódik a dolgok, azért meg a misztikus dolgok, de hát én turkológus volnék, és hát azt hiszem, hogy a török nyelven most hátrányban lennék. Úgyhogy ennek jegyében viszont magyar fordításokban fogjuk elővezetni ezeket a dolgokat. Thank you.
vitézek, harcba menjenek, erősek vagytok, kitől félnétek, erősek vagytok, miért késnétek? Júnusz, ne siess, harcot ne keres, hagyd a küzdelmet, a vitézen. Mi voltam se.
világra. Jöttem bolondul, tanítványom volt beszélgetni, és a legrosszabb tanítványom tanítani, aki elaludt minden órán összedült, mert éjfél utánig éjjelig zenéltek, és aztán utána, ha leültünk beszélgetni, a Sándorral néha hármasban, fantasztikus, érdekes ember volt, de tanítani borzalmas volt, és nagyon sajnálom azóta is a halálát. Következik Sáha két tanítványa, egy szaidi tánca. Yeah.
Isabel Adli professzorat tartsanak közöttéig. Ez túlzás. Nem vagyok professzor semmiképpen. Ennél örömmel kérlek szolgásaim vannak, mert kelljen kanápiz a Hriszú kiáltása, fejeszkén el mindenkeli menneti, كان يلقى رغتا في ظهر السوق العطاشة فيسقينا منها الكلمات جواف يطاهمنا بأسمار وحكمة وينادمنا بوس الشوق Maulány. A Jasszú film. Ezért Buskárok már tudják, szolgásaim vannak. Hát tedré, já sejfi a tajjéb, inni kuntu jauman uhibbul kalimán, indama kuntu szavíram, vabaríam, كانت لي أم طيبة ترعاني ترى نور الكون بعيوني تراني أحلى أترابي أزكى أخدامي فقد كنت أحب الحكمة وأقضي صبحي في بيوت العلم وبين الدكاكين تكاكين الوراقين وأعود فأفاجئها في المساء بالكلمات الطنانة والألفاظ البراقة مثل الفخار المدهون الجوهر والذات الماهية والاستقصاءات القاطغوريات يوناني لا يفهم كانت أمي تلتز بألفاظي تتجرع أذناها شهدا أمي كانت تلتز بأقوالي تتجرعها أذناها شهدا يبتسم خداها عيناها مفرقها المتغطم ويغرد في شفتيها صوت لا أسمعه إلا في ذاك الحين الله يصونك لي ويمد في حياتي لأراك أستاذا في دار الحكمة أو قاضي شرع أو والي ربع أو شيخا صاحب نعمة يا حلاج لا أدري للصوفي صديقا إلا نجوى الليل ومكان الخوف في قلبه وفتوح المحبوب بنور الواصل فإذا سطلت في جنبيك الوحدة فالزم أهل الخرقة أبناء الفاقة من قنعوا باليأس من الآمال طرحوا الإنكار في بحر التسليم حجبوا أعينهم عن الرؤية فرأوا ما لم تره العين
tanítványaim. Képes voltam megkérdezni, hogy egyfetéljük. Ismét egy kis tánc, Boller Márta sála, egy raksá koreográfiában. Thank you.
lelkiismeret furdalást érzek, mert mindenki fölvontatta az ajándékát, már egyszer is fölvontatta, de még nem mutatta igazából semmit. Ja, ez akkor egy jelen volt a végszó. Köszönöm, igen. Én is készültem egy apróságban, tényleg apróság. Nem is tudom, hogy már látszik-e. Kontaktlencs. Jó lesz? Aztán. Na megfigyeljük, hogy kell csinálni, hogy a személy is. Szép nagy mozdulatokkal kifelé. Ez általános mit tanács mindenkinek. Úgyhogy higgyék el, nekem is az első alkalom, tehát én öltöződő szoktam, de... Balfenyekőben múlt szakmám, ezért gondoltam, hogy egy kis cirkuszt fogok így csinálni. És hát ott van, nagyon messze az én artistám.
úgy szorítsa, az kell, azt ne is eresze. Ugyanis az első produkció egy artista szám lesz. A tanár meg fogja közelíteni a színpadot, vagyis hát nem, hogy csinálunk helyet a színpadot. Itt? Nem. Ha bemelegíteni akar, az jó. Ugyanis kézenjárást kell. Ez a követel. És hát... Na, akkor adok egy kis segítség, jó? Itt nekem külön eredetszik. Néhány kezem. Az már hol az igaz. Spárgácsot nem csinált. Van már egy csodatérő kiszla.
Igen, hát meg is volt, de nem tudom, hogy a pápis volt. Igen, meg is volt, hogy te még egy megcsak, most ez a barátunk vagy, jó? Hát, hogy megcsak, most kiírtam, hogy azért, hogy köszöntse már!
Megkérhetném egy kicsikét tartani. Köszönöm szépen. Visszaveszem, köszönöm szépen. Thank you.
Egy tapsot kérünk! Csinálj meg képet! Vinike, csinálj meg képet róla! Jó, jó, mert itt ezt feldobjuk, így, és ezt kell megnyomni a fehéret. Jó? Igen, persze, hát ő a mindenben. Persze. Jó, ezt még egyet? Nem, hogy csak így lazán. Meg rólam nem kell. Hát én nem érvegyek a fő attrakció.